35-en kezdik el tanulmányaikat az úgynevezett kiterjesztett hatáskörű okleveles ápoló mesterképzésben a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. A képzéssel csökkenthető az ápolás területén fellépő munkaerőhiány, a betegbiztonságot is növeli ez a képzés, az ápolók magasabb szintű szaktudásra tehetnek ugyanis szert, valamint a kórházi és házi orvosi ellátás túlterheltségén is enyhítenének a kibővített kompetenciával rendelkező szakápolók. Ők az első hallgatók az országos szinten is újonnan induló ápolás mesterképzésben. Az úgynevezett kiterjesztett hatáskörű okleveles ápoló képzésre 35-en kerültek be a Debreceni Egyetem egészségügyi karára Nyíregyházán. Ez egy másfél éves képzés. Az ápolók jöhetnek be egyrészt elsősorban, aki ápoló alapvégzettséggel rendelkezik, illetve a sürgősségi szakápoló specializációra mentő tisztek is jelentkezhetnek. 6 specializáció közül választhatnak az ápolók az új képzésben, itt a Nyíregyházi karon, ebből 3 a közösségi, a geriátriai és a sürgősségi szakápolási területen tanulhatnak. A nappal is hallgatóknak 1440 órát kell teljesíteniük, tanulmányaikat a kormány ösztöndíjjal támogatja. A szeptemberben elinduló úgynevezett non-doktori képzést hosszas előkészítés előzte meg, amivel új fejezet kezdődik el az ápolás területén, hangzott el a tanévnyitón. Az a cél, hogy minél több ápolót felsőfokú és speciális szaktudáshoz juttassanak, így az okleveles ápolók az orvosokról jelentős terhet vehetnek le. Külföldi tapasztalatok igazolják, hogy ahol szakképzett ápolók dolgoznak a klinikumban és a családorvosok mellett, ott több idő jut a betegre, illetve magasabb az egészségügyi szolgáltatás színvonala is. A mesterképzés felelőse Újváriné dr. Siket Adriana vendégünk. Jó estét kívánok! Tehát egy teljesen újfajta képzés honosodik meg Magyarországon tulajdonképpen, és elsők között a Debreceni Egyetem egészségügyi karán is elindult ez a mesterképzés. Kezdjük talán az elején, hosszas előkészítés előzte meg ezt a képzési területet, mit sikerült tulajdonképpen akkreditálni az egyetemeken, és milyen lesz ez a képzés? Gyakorlatilag ennek a képzésnek az a célja, hogy olyan szakembereket, olyan mesterszakos MSC ápolókat bocsássunk ki, akiket elméleti és gyakorlati ismeretei képessé tesznek a betegellátás különböző szinterein, a betegvizsgálattal, diagnózisalkotással, terápiás eljárásokkal kapcsolatos kiterjesztett hatáskörű munkavégzésre, illetve ezzel párhuzamosan invazív beavatkozások elvégzésére, betegedukációs feladatok és pszichés vezetésre egyaránt. Nagyon sok vita is megelőzte tulajdonképpen ezt a területet, ugye mindig felmerült korábban is a kérdés, hogy milyen hatáskört lehet átadni, vagy hogyan lehet bővíteni a kompetenciáját az ápolóknak. Ez elsősorban orvosi oldalról merült föl ez a kérdés, tehát az orvoskamarák és a szakmák gondolkodtak ezen sokat, vagy pedig ápolói oldalról lett volna már igény korábban. Én azt gondolom, hogy mindkét oldal párhuzamosan tett ezért a fejlesztésért. Az orvosi oldalon ugye orvosi létszámhiány az felgyorsítja ezt a folyamatot, hiszen látható az, hogy azért 3900 orvos hiányzik a rendszerből az elmúlt 5 évben, és ugye párhuzamosan a feladatokat szükséges elvégezni, és éppen ezért törekszünk arra, hogy támogassuk az orvos munkáját, segítsük az által, hogy ezek a szakemberek a teamben jelen vannak, és előkészítik az ő tevékenységeiket. Párhuzamosan az ápolási szakmai kollégium és maguk a többi területen dolgozó szakmai kollégiumok pedig gyakorlatilag 2012-ben már leírták egy hatásköri lista tervezetben azt, hogy hogyan is képzelik el 15 ápolási szakmai területen. Ugye ez a MESZKES hatásköri lista anyagban gyakorlatilag már készen volt, és úgy gondolom, hogy most találkozott egyszerre a két igény, és párhuzamosan ugye a fokozódó szükséglet az egészségügyi emberi erőforrás oldaláról, az meghatározó mind ápolói, mind orvosi területen, és ez fölgyorsította ezt a folyamatot.
Elsősorban tehát az a szakember hiány, ami az egészségügyben van, tehát orvosi oldalon is, és ápolói oldalon is megjelenik ez tulajdonképpen. De hogyha megnézzük, hogy hol, milyen területen, akkor a házi orvosi területen mindenképpen. Egyértelműen, ugye tudjuk azt, hogy legalábbis a kamara felmérése szerint ma Magyarországon 26 ezer ápoló az, aki hiányzik a rendszerből, és pontosan nyugat-európai minták, modellek mutatták azt, hogy ahol viszont megjelentek az APN-ek, ők tudták segíteni az orvosi munkát azáltal, hogy többet hatásköröket kaptak, és ezzel csökkent a várólista, csökkent a műhívák száma, és párhuzamosan csökkent a várólisták száma, nőtt a betegek elégedettsége, és kifejezetten fontos ezt megemlíteni az alapellátási területen, ahol tudjuk azt, hogy az orvos-beteg találkozás az ma 2-5 perc között van, és tudjuk azt, hogy 287 praxis betöltetlen Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a helyettesítő háziorvosi területeket figyelembe véve ez 300-400 települést jelent, ugye itt emiatt, és ez a 2018-as becsléseket, a térképeket megnézzük, akkor már olyan ellátásbeli hiányokat fog eredményezni, ahol 500-as, 1000-es nagyságrendben lesznek ellátatlan települések. Mármint ez azt jelenti, hogy a háziorvosi szakma előrekszik, és nincs utánpótlás. Hogy kellene, hogy legyen időben valami olyan stratégia, ami a problémákat orvosolja szó szerint, és átvitt értelemben is. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tudjuk, hogy annyira nem rossz a helyzet, mint mondjuk Borsod megyében, és vannak olyan területek, ahol már nagyon sok praxis tartósan üres, de azért itt is vannak olyan tartósan helyettesítéssel megoldott területek, ahol mondjuk egy ilyen szakembernek lenne létjogosultsága. Mit jelent a kiterjesztett hatáskör, vagy mit jelent majd, mert ugye az első végzősök 2019-ben léphetnek be a rendszerbe. Így van, tehát gyakorlatilag, amint már említettem, ők önállóan végezhetnek majd fizikális betegvizsgálatot, diagnózist állíthatnak föl, bizonyos területeken gyógyszerfelírási joguk, segédeszközfelírási joguk lesz, bizonyos területeken invazív beavatkozásokat önállóan végezhetnek. Vannak olyan hatáskörök, amelyet a képzésben adunk gyakorlatilag, de lesznek olyanok, ahol bizonyos számú darab tevékenység bemutatását követően kapnak egy licenszvizsgához kötött kompetenciát. És például a centrális vénáskanül szúrása, vagy olyan speciális területek esetében, ugye ez volt a garancia arra, hogy le kell tenni ezt a vizsgát, és szükséges a licensznek a megléte, és ekkor majd önállóan végezheti ezt a tevékenységet. Én azt gondolom, hogy ennek a mai napig megvan a gyakorlata, ezt úgy hívtuk eddig, hogy írásos megbízás, most pedig ezt normál keretek közé, jogi keretek közé szeretnénk terelni, és nagy kérdés az is, hogy a munkaerőpiacnak mire lesz majd igénye. Tehát én azt gondolom, hogy a képzési oldalnak a feladata az, hogy előre menjen, és felkészítse a hallgatókat ezekre a feladatokra, de tulajdonképpen benne van a 18/2016-os elmi rendeletben az is, hogy ők azon országokban, azon kórházakban végezhetik ezeket az önálló hatásköröket, ahol ezt a protokollok és a jogszabályok lehetővé teszik. Most egy gondolat azért megfogalmazódott a fejemben, hogy reméljük, hogy azért ezek a mester képzett szakápolók nem fognak külföldre vándorolni, hiszen azért külföldön lesz jogosítványuk arra, hogy a végzettségüknek megfelelő munkakörökbe bekerülhessenek, és megfelelő meg jó fizetése, de hát azért reménykedünk, hogy itthon maradnak, és akkor itthon fogják a szaktudásukat alkalmazni. A képzésről egy picit beszéljünk, hogy hogyan épül föl ez a képzés, hiszen egy új képzési rendszert is kellett megalkotni ehhez. Így van. Ehhez egy mondatot hozzátennék. Tehát én azt gondolom, hogy eddig is maradtak volna a BSC ápolók, amennyiben ugye ennek a bérezése, illetve az egyéb feltételrendszere megvan, és itt ennél a képzésnél reményeink szerint már meg lesz ez a kiemelt bérezés, amivel motiválhatók arra, hogy itthon maradjanak. Maga a képzés az gyakorlatilag úgy épül fel, hogy az első fél évben közösen ülnek a hallgatók, alapozó kurzusok vannak, anatómia, élettan, patológia,
klinikai diagnosztika, illetve egészségfejlesztés, gyakorlati tantárgyak, és a második fél évet pedig már specializált tankülön kezdik meg, és itt jönnek azok a tartalmak, amelyek például a közösségi ápolás, a sürgősségi szakápolás, illetve a geriátriai szakápolásnak azok a specialitásai, amelyeket nagyon szeretnénk neves előadók meghívásával közösen szervezni, így a négy egyetem gyakorlatilag Pécs, Szeged, Budapest és a Debreceni Egyetem közös kurikulumot dolgozott ki, és teljesen azonos anyag mentén haladnak, és azonos óraszámok mentén haladnak, és lesznek olyan oktatók, akik közösek a képzésben. Még egy dologról beszéljünk, ez pedig az ösztöndíjrendszer, amit ehhez hozzárendel az állam. A tanévnyitón elhangzott, hogy ösztöndíjat kapnak a hallgatók, és azért elég szép ösztöndíjat meg kell mondani, ez a 640 ezer forint per fél év, szerintem egy kiemelt ösztöndíj, azok is megkapják, akik államilag finanszírozott módon tanulnak. Így van, ez a Mihalica ösztöndíj, ez gyakorlatilag egy történelmi lépcsőfok. Én azt gondolom, hogy ilyen még nem volt az ápolásban, a felsőoktatáson Magyarországon, hogy ekkora mértékű ösztöndíjat kapjanak a hallgatók. Ez gyakorlatilag 1 150 millió forintos keretből a kormánynak egy olyan ösztöndíja, amellyel biztosítják azt, hogy a hallgató első fél évben automatikusan, majd a második, harmadik fél évben pedig a kreditindexet, tanulmány eredményeket figyelembe véve 320 és 640 ezer forint közötti ösztöndíjban részesüljön, és a képzést követően, tehát a végzés után pedig amennyiben vállalják, hogy hiány szakmás területen helyezkednek el, akkor gyakorlatilag 3 éves időtartamban ennek az ösztöndíjnak a kétszeresét folyosítják. Hasonlóan a rezidens ösztöndíjhoz, és ugye itt kiemelten nagy jelentősége lesz azoknak a háziorvosi területeknek, sürgősségi osztályoknak, geriátriai területeknek, ahová szükséges szakembereket rendelni, hiszen tudjuk, hogy sem földrajzilag, sem szakmai tekintetben nem egyenlően oszlanak el a hiány szakmás területek Magyarországon. Dr. Siketemlően, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.